Kézműves tábor az óvisoknak. Tovább rágul a hús. Határvadász. Megvan az első pontunk. Jó estét kívánok! Önök a Nagykonsági Híradót, a Karszak Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 11-én 18 óra 5 perckor. A Táncsics 17-es óvodában Nagy Tiborné táborvezetével beszélgettünk gyönyörű alkotások között, hiszen most zajlik a kézműves tábor. Köszöntöm nézőnket a Táncsics 17-es óvodában, Nagy Tiborné táborvezetővel beszélgetünk gyönyörű alkotások között. Milyen tábor zajlik önöknél? Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Az óvodánkban a nyári kézműves tábor zajlik éppen. Idén 8. alkalommal szerveztük meg. 32 fő kisgyermek jelezte részvételi szándékát, és végül 30 kisgyermek vesz részt a táborunkban. Mi a célja a tábornak? A kézműves tábor célja a tehetséggondozó munkánk gazdagítása, továbbfejlesztése. A táborban azok a kisgyermekek vesznek részt elsősorban, akik az év során az intézményünk kézműves tehetséggondozó műhelyében járnak, illetve azok a gyerekek, akik nagyon szeretik a kézműves tevékenységet. Emellett a táborunk célja, hogy egy olyan tartalmas időtöltést biztosítsunk a gyermekeknek, melyben elmélyülhetnek, melyben tovább fejlődhetnek. A tábor kiváló alkalmat biztosít arra, hogy a gyermekek társas kapcsolatai is fejlődjenek, hiszen itt az intézmény valamennyi nagycsoportosa jelen van, és így a szocializációjuk is fejlődik a gyerekeknek, az iskolai beilleszkedésüket is fogja segíteni, barátságok szövődnek már a tábor alkalmával. Három fő területre bontjuk a kézműves tevékenységeinket, vannak a modern technikák, vannak a népi kismesterségeink, illetve az újrahasznosítás jegyében is alkotnak a gyermekek. Ezeknek ugye célja először is a helyi népi kismesterség gazdag világát szeretnénk megszeretetni a gyermekekkel. Az újrahasznosítás jegyében ugye a környezettudatosság, a környezettudatos magatartás formálása a célunk. A modern technikákkal pedig olyan újszerű anyagokkal és technikákkal ismerkednek a gyerekek, ahol a képi szabad önkifejezésük fejlődik, kiteljesedhetnek, forgórendszerben alkotnak a gyermekek, egy-egy asztalnál ők maguk választhatják meg, hogy mely tevékenységet szeretnék végezni. Megismerjük a képességeiket, fejlettségi szintjüket, érdeklődési körüket, és eszerint differenciálva kínáljuk számukra föl az alkotó tevékenységek lehetőségeit. És a teljes személyiségük fejlődik végül is a tábor során. Gazdagító programokat is iktatunk be a tábor programjába. A hét folyamán a gyermekkönyvtárba látogattunk el, ahol egy nagyon tartalmas, gazdag programon vettünk részt Szabó Péterné Katika vezetésével, egy interaktív drámajátékokkal fűszerezett délelőttünk volt, ahol egy gyönyörű népmesét is hallhattunk tőle. A pénteki nap folyamán Karcagi Nagy Zoltán fog érkezni a táborunkba délután folyamán, és a tábor zárásaként egy vidám gyermek műsort fog a gyermekek számára nyújtani, amelyet már ő évek óta megtesz nekünk. És hát azt gondolom, hogy a legfontosabb itt a gyerekek részére, hiszen itt nagy izgatottan várják a kirakott műveket, hogy egy szatyornyi ajándékkal mennek haza, hiszen rengeteget alkottak, és azt gondolom, hogy a szülők már nagyon várják, hogy láthassák ezeket. Igen, mire vége a tábornak, összegyűlnek a gyönyörű szép alkotások. Nagyon fontos szempont a táborban az is, hogy a szülőket valamilyen szinten bevonjuk ebbe a hangulatba, és minden nap során megörökítjük a legemlékezetesebb pillanatokat a táborban. Egy belső zárt csoportot hoztunk létre a Facebook oldalon, és minden nap feltöltésre kerülnek az aznapi alkotó munkát, megörökített fotók. Emellett pénteki nap folyamán délután nagyon sok szeretettel várjuk a kedves szülőket is, együtt alkothatnak a gyermekeikkel,
ez is nagyon fontos, hogy valamilyen szinten megnyerjük a szülőket is a tehetséggondozó munkánk iránti elköteleződésben. A takarmány árak világszintű emelkedése nehéz helyzetbe hozta az állattartókat, a hús drágulása elkerülhetetlen. A szakértők szerint hamarosan szembesülnünk kell a drágulással, és több lépcsős áremelkedés várható. A takarmány alapanyagok ára megugrott az utóbbi hónapokban. A drágulás akár 15-20%-kal is emelheti a hús, a tej, a tojás termelési önköltségét. Megmondom őszintén, most ilyen heti, kéthetes árakkal dolgozunk, megpróbálunk mindig mérsékelten emelni az árakon. A beszállított alapanyag ára dönti el mindig a vásárlói árakat, de nem tudunk számolni. Kicsi léptékekkel emelünk, tehát azért mondom, hogy igazodunk mindig a felvásárlási árakhoz. Vannak, amikor már nekünk is muszáj emelni, mert nem tudjuk tartani azokat az árakat, amik az előző héthez képest voltak. De ilyen kéthetes vallomban, tehát nem is tudunk tervezni, hogy jövő héten esetleg emelkedni fog, vagy marad ennyi a húsára, most kiszámíthatatlan. A legnagyobb mértékben a csirkehús ára nőhet. A takarmány drágulását azzal magyarázzák, hogy a kínálat intenzív bővülése szinte megállt, ám a kereslet világszerte nő. Az árak mérséklődésére hosszabb távon sem lehet számítani, legfeljebb az év végén lehet kisebb korrekció. Azért most így az elmúlt hetek és hónapok azért azt igazolták, hogy annyira nem volt drasztikus, tehát mérsékelten, fokozatosan emeltek, mint ahogyan mi is követtük azt, hogy csak fokozatosan. Igen, még most megpróbáltuk 2000 forint alatt tartani a húsárakat, de valószínű, hogy ezt előbb-utóbb át fogjuk majd lépni. Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, csak várjuk. A fogyasztóknak hamarosan szembesülniük kell a drágulással, mert a mostanában piacra kerülő árut már drágább takarmánnyal állították elő a termelők. Még nem nyilatkoznak, ugye nem látják még a termést, vagy éppen hogy milyen hozamok várhatók, de a bekerülési költség, és ugye őnékik is számolni kell, és mindent hozzá kell nekik adni, meglátjuk majd, hogy a féltőkeseltés ára is, hogy ahhoz, hogy fog viszonyulni. És nyilvánvaló, hogy amikor már bontottá válik, és mi is mérjük, hogy na hány százalékot tudunk, mert muszáj rajta emelni, mert kénytelenek vagyunk. A mezőgazdasági termelés világszintű növekedése mellé egyre erőteljesebben zárkózik föl a kereslet. A népesség növekedésével együtt világszerte nő a városi lakosság aránya, és ezzel együtt az élelmiszerpazarlás is, miközben a növényi termékek egyre nagyobb hányadát az ipar használja fel. A magyar mezőgazdaság élt már át hasonló nehézségeket, hiszen az uniós csatlakozás is megkövetelte az alkalmazkodást, de ma már az egész világpiacra, főképp a kínai igényekre kell figyelniük az állattartóknak. A Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a takarmányárak szinte lehetetlen helyzetbe hozták a gazdákat. A sertéstartóknál valószínűsít lemorzsolódást, mivel náluk a legmagasabb azok aránya, akik nem megfelelő színvonalon termelnek. A magyar állattenyésztők jelentős része ugyanakkor nemzetközi szinten is versenyképes, és a további fejlesztések segíthetnek abban, hogy sikeresek maradjanak. Valamennyi megyében megkezdődött a határvadásznak jelentkezők egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálata. Köszöntöm nézőnket, Szilágyi Andorral, ezen sorra beszélgetünk a Karcagi Rendőrkapitányságon. Beszélgetésünknek témája a határvadásztoborzás. Először is magyarázzuk meg ezt a szót, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent. Nyilván mindenki számára ismert, hogy az elmúlt években a magyar határ elég jelentős nyomás érte. A határon szolgálatot teljesítő honvédség és rendőrségi dolgozók egyre feszültebb helyzetbe végzik munkájukat. Nyilván az elmúlt időszakban a COVID-helyzet is olyan váratlan körülményeket hozott a rendőrség életébe, ami jelentős erőket kötött le. Az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek fogadása, kezelésük és a magyarországi szállításuk, egyáltalában a beléptetés szabályozása, a beléptetés ellenőrzése jelentős feladatokat hozott a rendőrség számára. A déli határon az illegális migráció az elmúlt időszakban
egyre jelentősebb méreteket öltött. Ezek a migráns csoportok egyre szervezettebben és egyre agresszívebben próbálnak a Magyarország területére illegálisan bejutni. Ez igen jelentős feladatokat adott a rendőrség számára, és igen jelentős humán erőforrást kötött le. A rendőrség alapfeladatainak a biztonságos ellátása érdekében szükséges volt ezeknek az erőknek a kiváltása, és létrehozni egy olyan szervezetet, ami ezentúl a Magyarország határának a biztonságos, és ezzel együtt a schengeni határok biztonságos védelmét biztosítja. Erre a kormányzat létrehozott egy határvadász ezredet, ami a készenléti rendőrség állományába fog tartozni, és ők fogják ellátni a jövőben a Magyarország határainak a védelmét. A illegális és a legális migráció ellenőrzését, visszafolytását. Tulajdonképpen erre lesz létrehozva ez a nagyjából 4000 fős határvadász állomány. Ki jelentkezhet határvadásznak? Határvadásznak gyakorlatilag minden olyan személy jelentkezhet, aki a 18. életévét betöltötte, de még az 55. életévét nem töltötte be. Magyar állampolgár, büntetlen előéletű, legalább 8 általános végzettséggel rendelkezik, és megfelel azokon az alkalmassági vizsgálatokon, amelyeket velük szemben a magyar rendőrség megállapít. Tehát akkor ezek szerint két lépcsős a történet, hiszen először van egy alkalmassági, és akkor gondolom utána, aki megfelel, azok mehetnek tovább. Igen, ez egy több lépcsős művelet. A jelentkezőknek azon felül, hogy az előbb említett feltételeknek meg kell felelniük, részt kell venniük egy egészségügyi, egy pszichológiai és egy fizikai alkalmasság vizsgálaton, valamint meg kell felelniük egy pályaorientációs elbeszélgetésen. Amennyiben ezeken ezeken az alkalmassági vizsgálatokon megfeleltek, akkor még egy kifogástalan életvitel ellenőrzést sem fognak átesni, és utána kerülnek felvételre, utána kötik meg a munkaszerződést a készenléti rendőrséggel. Gondolom utána azért valamilyen szinten kiképzés is lesz részükre. Igen, természetesen. A jelentkezőknek a nagy része számára teljesen ismeretlen lesz az a feladat, amit ők el fognak végezni. Egy olyan 160 órás képzésen fognak részt venni, ahol gyakorlatilag elméletben és gyakorlatban is elsajátítják azokat a dolgokat, amik a későbbiekben a munkájuk során nekik alkalmazniuk kell. A fegyver az egy veszélyes üzem. Ezeket a feladatokat fegyverrel fogják ellátni. Nyilván a legtöbb jelentkező számára ez még egy új dolog lesz, és ennek meg kell tanulni a szabályait, meg kell tanulni a gyakorlati szabályait, meg kell tanulniuk azt, hogy milyen jogszabályok alapján milyen feladatokat végeznek el. Nyilván ki kell képezniük arra, hogy azokkal a szituációkban, amikben a határon ők belekerülhetnek, azokat hogy kell kezelniük. Ott nem sok gondolkodási idő van, hirtelen dönteniük kell. Gyakorlatilag meg kell ismerniük azokat a fizikai, elméleti és gyakorlati teendőket, amik a különböző szituációkban kezelniük kell. Meddig lehet jelentkezni? Gyakorlatilag a jelentkezés jelenleg folyamatos. A végcél az, hogy körülbelül 4000 fő határvadász felvételt nyerjen. A képzésük gördülő rendszerbe fog működni, ami azt jelenti, hogy amint megfelelő számú alkalmas jelentkező van, akkor a képzésük a különböző határvadász objektumokban megkezdődik. Ahogy végeznek a képzéssel, gyakorlatilag folyamatosan foglalják el a szolgálati helyeiket, és veszik át azoknak a rendőröknek és honvédeknek, Magyar Honvédség dolgozóinak a helyét a határon, akik jelenleg éppen határvadász feladatokat csinálják. Akkor ezek szerint, aki karcagról jelentkezik, az valamely határszakaszra fog majd kerülni. Hogyan lehet jelentkezni? Igen, gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelenleg a határ 5 megyéjébe állnak föl ezek a határvadász századok. Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád, Csanád megye és Bács-Kiskun megye. Tehát gyakorlatilag az országból bárki jelentkezik, annak vállalnia kell azt, hogy a szolgálatteljesítés ezen 5 megyék határvadász századaival fogják végezni. Meddig lehet jelentkezni, hiszen mondta, hogy jelenleg is tart volna végső határidő, tehát lehet-e tudni, hogy körülbelül 4000 emberből hányan vannak már?
Ezt még nem lehet tudni, gyakorlatilag folyamatosan végezzük ezt a toborzási tevékenységet addig, amíg a megfelelő létszám betoborzásra nem kerül, és ezt a szolgálatot fel nem veszik, és ki nem váltják a határon dolgozó rendőröket. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ennek a toborzásnak két dolog vethet véget. Az egyik az, hogyha a megfelelő létszám betoborzásra kerül, a másik pedig az, hogyha az ok megszűnik, ami miatt a toborzás zajlik. Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha ez az ok szűnne meg, de jelenleg még azt nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Írásban milyen, vagy postai úton, vagy telefonon, hogyan lehet a módja mi a jelentkezésnek? Gyakorlatilag a polisz.hu oldalon a határvadász jelentkezési egységcsomag elérhető, gyakorlatilag bármelyik rendőri szervnél ez elérhető. Bárki felhív minket telefonon, e-mailen megkeres bennünket, vagy személyesen bejön hozzánk, akkor tájékoztatjuk őket. Ezeket a jelentkezési egységcsomagokat mindenki számára át tudjuk adni, bár ezek az internetről letölthetők. A benyújtás módja elektronikusan, vagy papíralapon is történhet. Ha valaki papíralapon kitölti, behozza bármelyik rendőri szervhez, az hozzánk kerül, és mi elindítjuk ezeket az alkalmassági vizsgálatokat. De ezt a jelentkezési egységcsomagot elektronikusan is be tudjuk fogadni. Megvan az első pontunk az NB3-as labdarúgó bajnokságban. Megvan az első pontunk az NB3 labdarúgó bajnokságban, ahhoz azonban, hogy idáig eljuthattunk, a megyei bajnokság megnyerése után nagyon nagy köszönettel tartozunk a szomszédos településnek, Püspökladánynak. Tisztelettel és őszinte hálával köszönöm meg Tóth Lajos polgármester úrnak és a püspökladányi labdarúgó ese vezetőségének, hogy a felkészülés időszakában helyet biztosítottak csapatunknak. Köszönöm, hogy minden támogatást megadtak a zavartalan felkészülés érdekében. A karcagi sportpálya felújítása miatt hazai mérkőzéseinket végül más pályán játsszuk, de segítségüket sosem felejtjük el, áll Szepesi Tibor polgármester közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunság híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!